egy szuper évelőt szeretnék még bemutatni nektek, ez a Litrum Salicaria, vagy a réti füzény. És azért nagyon szeretem, mert lehet vízbe is ültetni, akár nekem is van a tóba is beleültetve, tehát vízzel borított területeken is, lehet nedves öntözött területeken is, ugye mint nekem itt az ágyásban, de viszonylag elég jól bírja a szárazságot, csak akkor kevesebbet virágzik, de ilyen sima öntözött, jó mulcsozott ágyásban gyönyörűen virágzik, és látszik, hogy ilyen hosszú-hosszú fürtök be hozza a virágait, és míg ezen végig virágzik, az nagyon hosszú idő. Tehát hosszan-hosszan virágzik vizesebb területeken, az őrségbe és az árokparton, vagy akár a Margit-szigeten a töltés résekbe lehet látni, de tényleg egy öntözött kertbe is nagyon ajánlom keresni. Itt mögötte pedig van még egy izsóp fű, ő is látszik, hogy hihetetlen jó rovarmágnes, nagyon bírja a meleget, a szárazságot. Nekem szépen áttelelt, azért nagyon hidegben van, hogy kifagyott, De most szépen áttelelt és gyönyörűen virágzik, ez is már hetek óta, de hozza az oldalhajtásokból is a virágait, tehát ez egészen október-novemberig fog virágozni. Van cserépbe is, ugye mutatom a cserépbe is, de itt is látszik, hogy a pillangók itt repkednek körülötte, tehát nagyon jó rovarmágnes, nagyon jó illata is van. Itt is van a knautia mellett. Tele pillangóval, de lehet nyugodtan cserépbe is ültetni. Itt tornyosulnak. Kicsit a levendulára hasonlít a virágot. Nagyon jó szárazságtűrő, sokáig virágzik, nagyon jól bírja a meleget, és látszik, hogy cserépbe is nagyon jól bírja. És ugye említettem a réti füzénynél, hogy a tóba is lehet ültetni, tehát itt látszik, hogy be van ültetve a töve a vízbe, és a teljes vízvalítottságban is gyönyörűen virágzik, de elől a sima ágyásban is, ha megvan így öntözve, vastagon mulcsozva, akkor tökéletesen bírja és hosszan-hosszan virágzik. És még egy növényt mutatnék, ugye mindig szoktam az ernyős verbénát hirdetni, hogy az kötelező ültetni, látszik, hogy most is itt pillangók tucatjai repkednek körülötte, de van egy verbéna hasztáta nevű, lándzsalevelű verbéna, amit szintén, ugye most is tele van itt kis rovarokkal, kis fürkészdarazsakkal, méhekkel, pillangókkal, és ő is egy kis fürdbe hozza a virágait, tehát szépen ezen végighalad, és ez hosszú hetekig tart, és bírja ezt a jó meleget is. Egyébként elvileg nem jó télálló, de hát nekem itt a mínusz 16, mínusz 17-et is bírta már simán, magról is gyönyörűen lehet szaporítani, dúgvánnyal is, úgyhogy azóta sima, takarás nélkül, csak itt a mulcs alatt gyönyörűen áttelel, és évről évre egyre szebben virágzik. Egyébként még Angliába szedtem egy parkba a magját, és úgy terjedt itt el a kertbe, úgyhogy magról is tényleg nagyon-nagyon jól lehet szaporítani, ültetni, úgyhogy így kell keresni, hogy verbéna hasztáta, vagy lándzsalevelű verbéna.